Mindig a nagymamám szavai jutnak elsősorban eszembe, aki azt mondta, hogy Sándorkám, az egészség a legnagyobb kincs. Ezt ma már 58 évesen megfelebbezhetetlen igazságnak vélem én is természetesen. Amihez még én időközben, amit hozzá tudok mindenhez tenni, az szerintem a mértéktartás. A mértéktartás és természetesen a hit az egy nagyon-nagyon komoly útravaló, hogyha az ember az egészségéről gondolkodik. A mértéktartásra viszont egy nagyobb hangsúlyt tennék, mert úgy érzem, hogy mindenben ez egy meghatározó motivum kéne, hogy legyen, hiszen mértéktartással inni, mértéktartással enni, mértéktartással végezni mindazt, amit az ember a hétköznapjaiban tesz, az szerintem az nagyon-nagyon bölcs dolog. A taoistáknál a szerelem, a táplálkozás és a mozgásnak a szent háromságáról tanultam. A kínai bölcsesség erre a háromra nagyon nagy hangsúlyt fektet. Én őszintén mondom, hogy erre mind a háromra nagyon igyekszem odafigyelni. Hiszen az ember érzelmi élete, a mentál higiéniája, a bevitt anyagoknak a mérlegelése, hogy mit viszek be, természetesen táplálékként és folyadékként, ez is egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Erre apám, aki sebészorvos volt, mindig fölhívta a figyelmemet, amikor a vegetáriánizmusnak a híve kezdtem lenni. És én úgy érzem, hogy ezek azok, amik engem vezérelnek. 58 évesen elmondhatom, hogy közel 13-14 éve vegetáriánus vagyok, ami szerintem csak jót tett az egészségemnek. Apám mindig azt mondta, hogy fiam, a rostok kellenek nagyon a bélrendszernek, ő, aki hatalmas nagy epeműtéteket és gyomorműtéteket csinált végig sebészorvosként, és sose felejtem el ezeket az intelmeket, hogy erre mindig hangsúlyt fektes, lehetőleg a gyümölcsök és a zöldségek fogyasztásából kinyerhetőek elsősorban ezek az anyagok. Úgyhogy nagyjából ennyi, a hétköznapokban pedig amennyire lehet mindenre odafigyelek, ha lehet így mondani, gömbérzékszerűen figyelek a benyomásokra, figyelek a felkínálkozó lehetőségre, és mindig a mérték a számomra hasznos útravaló és iránytű. Úgyhogy én elsősorban az egészséget a mértéktartásnak és az odafigyelésnek a technikájaként tudnám apostrofálni. Az ember közérzete úgy érzem, hogy nagyon-nagyon lényeges, hiszen minden energiaforrásunk és minden hétköznapi teendőnk legalapvetőbb kelléke az, hogy azokból a belső energiákból tudjunk fizikai erőt kovácsolni. Úgy érzem, hogy én e körül, a dolog körül tudom legjobban megfogalmazni az egészséggel összefüggő kérdésre a válaszomat.